Sziasztok, AKC Misi vagyok, és ebben a videóban a Neon című nagy lemezemről fogok mesélni. 2018 nyár végén kezdődtek, ugye a tavalyi nyár végén. Amíg ebben a korszakban készültek, igazából semmelyik dal nem került rá az albumra. A jó része ki is lett dobva, egy jó része viszont ki is lett adva, eredetileg úgy, hogy a Neonra szánom, például még akkor Juliet Mippel a Rád megyek hétfő reggel, az is a Neonra készült, a Nem című zeném is a Neonra készült, a Minden este című zeném is a Neonra készült, csak hát végül egyik se került rá. Szóval lényegében tavaly nyár végén, igen, de viszont úgy ténylegesen az első dal, ami már a Neonra készült, az januárban készült el, az a Valahol ott című zeném volt. Először is az volt az elképzelésem, amikor elkezdtem csinálni az albumot, hogy csinálok egy nagyon jó albumot. Ez volt a legelső elképzelés. Jó kis átvezetőkkel, fülbe mászó dallamokkal, meg jó közreműködőkkel, meg jó producerekkel. Ez a része úgy tűnik, hogy nagyjából sikerült is, sőt, a jó producer, jó közreműködő rész szerintem. Az, hogy a jó dallamok, meg a kellemes átvezetők, stb. Mennyire jöttek össze, azt már mindenki döntse el magának, de szerintem az is elég jól összejött. Nem nagyon kötött, hát van egy srác, jelen esetben AKC Misi, aki magányos az éjszakában, és próbál becsajozni, és gondolkozik a volt kapcsolatain, az eddigi életén, és hogy mi vár rá az életben. Ezt a Szendrői Csabinak küldöm. A Neon azért ezt a címet kapta, mert amikor én egy előző kapcsolatomból kiszálltam, mert mint így véget ért, akkor kezdtem el úgy nagyon így belefolyni az éjszakai életbe, Pesten, bulizások, stb. Elkezdtünk bulikat szervezni, ilyenek, és hát kb. Minden buliba megtalálható volt a neon fény, és ezt az egész éjszakai életet, meg a lányokat, akiket így hesszelgetek, meg ilyenek, a Neon fénnyel tudtam beazonosítani. Az album megjelenése egészen egyszerűen azért csúszott, mert az utolsó dalt, az OK Cool-t nem tudtam megírni időben. És nem tudtam megírni időben, plusz még rá szerettem volna tenni az AKC másik két tagját is, akkor még Ádámot, ugye most már Damigo, meg a Krettát, és velük sem volt még kész a közös dal, szóval azt abban a két hetes csúszásban csináltuk meg a kicsit is, meg az OK Cool-t is. Az album borító az igazából egy olyan képből készült, ahol szimplán csak állok egy kocsi mellett, egy kocsinak dőlve és cigizek. Ezt a AKC Szinetti csinálta, az AKC ilyen kis titkos tagja, és Shy Balenci szerkesztette meg a képet abba a formába, amit elég sokan már, mint akik nézik a videót, valószínűleg ismerik. A tracklistet olyan szempontból alakítottam, hogy figyeltem, hogy az egymást követő dalok nagyjából illeszkedjenek az előttük, illetve az utánuk lévőhöz. Például az első öt dal, ugye a 11.88.05.57-től a fényig, azok nagyjából ilyen vidámabb hangulatú dalok, vagy nem tudom, és akkor van a BPA Félklub, az meg olyan célt szolgált, hogy így átvezeti az egész albumot egy ilyen kicsit ilyen sötétebb hangulatba, és ott már ugye a Valahol ott, meg mondjuk a Gyémánt, meg a Prey, azok mind olyan zenék, amik kicsit ilyen sötétebb gondolatokat tartalmaznak. Egy ilyen boldogtól a teljes meghűlésig, és onnan a teljes megnyugvásig, amikor már minden oké, okay, minden cool, és vége az egésznek. 11.88.05.57, azt én csináltam az egészet, meg úgy az egész. Azért én csináltam az intro tracket, mert úgy akartam, hogy az első zene az szóljon teljesen úgy, ahogy én szeretném. Szóval az akkor úgy már úgy megmutatja, hogy úgy én nagyjából ki vagyok. Aztán jött a jó dolgok, az egy ilyen szakítás utáni zene, vagy nem tudom így, hogy is. Igen, szakítás utáni zene, a Pro Persicsivel, meg Filóval. Az Égen, az Ibi Gang-el, ugye az volt a második dal, ami kijött az albumról. Igen, a Nem ígérem, a Makeren Story-ról, az ugye
az úgy készült, hogy a Spaci albumjára készült, de megbeszéltem vele, hogy annyira szerettem azt a dalt, hogy megkértem, hogy hadd tegyem rá az én albumomra is. Szóval az a dal hivatalosan kétszer lesz kiadva, ugye ki lett egyszer a Neonon, meg ki lesz egyszer adva a Makeren Storyn is. Utána van a Fény, ez egy ilyen, nem azt mondanám, hogy töltelékszám, mert igazából az a egyik kedvencem egyébként a lemezről, a Fény című dal, de az csak így van mostanában, nem tudom merre is haladok, és akkor így ilyen elmélkedéseket vezet végig. Aztán jön a BPA félklub, ami lényegében az Ibi Ganggel, sőt az Ibi Gangtől, ami igazából a Fénynek az ilyen folytatása. És aztán, mikor az Ibi Ganges fiúk, Walter és Szala így elvezették a hangulatot másik irányba, jön a Valahol Ott, Sötét Gondolkozás, Víz, az igazából ilyen vágyakozás, Gyémánt kisével, nem is tudom, hogy Gyémántot milyen kategóriába soroljam, az inkább ilyen, ez van, ilyen önutálat, Szvaró vagyok, ő meg VBS önutálat. Utána jön a Prey, Shy Balenci-vel, amikor már tényleg teljesen meghűltem. És utána az Oké, okay, Cool, azon látszódik is, hogy azt már úgy írtam azt a dalt, hogy beleszálltam egy új kapcsolatba, és ott már minden oké okay és cool volt. Szóval, ja, kész lett az album, most már csak alszunk. És a kicsi az meg igazából, azt úgy csináltuk, az Daddy-től kaptunk egy nagyon jó beatet, és akkor így épp stúdióztunk a srácokkal, és akkor az mindenkinek úgy tetszett, és akkor úgy csinálgattunk is el valamit, de eredetileg nem az albumra szántuk. De viszont mindenki úgy volt, hogy figyelt, ez egy egész jó kis dal, sőt, tök jó kis dal, tedd rá az albumra, és akkor nem kell szarakodni azzal, hogy csináljunk az AKC-val egy olyan dalt, ami tematikailag is beleillik, és akkor beleraktuk így bónuszteknek, ami úgy a storyline-ba nem nagyon zavar bele, de mégis a végén ott van, hogy vagy, akkor itt vannak az én srácaim és a tesóim, Kretta meg Ádám. Paci, két beattel, Galaxy, két beattel, Danny Beattracks, mennyivel? Négy beattel, elkezdve számolom a fejbe, YBR, Daddy, ki volt még? Én ugyebár, volt egy valaki, Allpride-ról egyébként annyit kell tudni, hogy még akkor találtam rá, amikor volt kb. 20 követője Instagramon, és így kirakott egy ilyen poloskagény remixet, és így akkor néztem, hogy baszki, ennek a srácok miért csak 20 követője van, hát ez kurva jó. És akkor egyből írtam neki, hogy dolgozunk együtt, hál' Istennek ő ismerte már a zenémet, szóval itt tök jó benne volt, meg minden. És ja, és valószínűleg fogunk is még dolgozni, meg jönnek tőle remixek, meg minden, szóval shoutout minden producernek, aki dolgozott ezen a szaron. Közreműködőknek ugye nem akarok így menjek akkor sorrendbe, Pló Perszicsi, Filó, Ibi Gang, Paci, ugye mivel az Paci albumi, ezért őt is közreműködőnek számítom, Figura, Kisé, Shy Balenci, AKC Kretta és AKC Ádám. Az Ibi Gangnek ez a saját zenés dolga, hogy ők akkor kapnak egy egész saját zenét az albumról. Ez úgy született, hogy mutattam nekik, és annak a dalnak eredetileg a Szalai lett volna az első közreműködő, hogy én, meg Szalai, meg az AKC. És aztán jött az, hogy a Walter is csinált rá egy demót, és akkor így elküldték azt, hogy a Peti meg a Walter, és így néztem, hogy baszki, hát ez azért így elég jó, és hogy nem akarok ebbe már bele rondítani, ez így tökéletes, mert megmondtam nekik, hogy milyen hangulatot szeretnék így ebbe a zenébe, hogy ezt kb. Milyen célra szánom, és akkor így mindketten csináltak egy olyan verzét, ami így tök teljesen jó volt, és akkor úgy gondoltam, hogy hát igazából ez az egész így jó, ahogy van, és ez mehet így egy az egybe interlúdnak, ugye átvezetőnek az albumra. Hát igazából mikor hogy? Például az Égen az úgy készült el, hogy megírtam először a szöveget, otthon csináltam egy demo beatet, és aztán elküldtem a Galaxinak, hogy tudom, hogy tök szar demo, meg minden, de szeretnék kérni egy ilyen beatet, ezt csináld meg nekem, légy szíves. És nagyon
rendes volt, már még nem is az, hogy nagyon rendes volt, hanem már meg kurva jó zenét csinált, szóval amikor így először, küldött először egy demót, az nagyon tetszett, és akkor mondta, hogy majd még dolgozik rajta, és akkor épp kevés ideje volt, ilyen egy hónap alatt csinálta meg a beatet, és amikor elküldte a véleményét, nézzük, hogy bazdik, hát sokkal jobb, amire számítottam, szóval az nagyon jó volt, de amúgy leinkább beatre szöveget, igen. Például a Gyémánnál is a szöveg előbb volt meg, ja, meg úgy egy pár dolognál, de leginkább beatre szöveget, igen. A legrélebb dolog, ami elhangzik az albumon, az az OK Cool második verzéje, mert az freestyle volt, és abban minden szó igaz volt, nyaral a csajom, nincs semmi bajom, kész lett az album, most már csak alszunk. És ez azért volt nagyon durván igaz, mert a csajom épp Olaszországban volt, nekem nem volt semmi bajom, mert épp akkor gyógyultam meg a betegségemből, már nem egy ilyen nagy betegség, csak meg voltam fázva, tudtam felvenni. Az volt az utolsó sor, amit felvettem az albumon, és mentem aludni utána. Ez volt a legrillebb dolog az albumról. Hát átlagosan egy zenének, még teljesen kiforrotta magát. Ez most egy olyan projekt volt, hogy több hónap. Több hónap volt, mire átlagosan. Persze párhuzamosan több zene is készült, de jaj, ilyen 2-3 hónap volt, mire egy zene így teljesen kiforrotta magát. Hát például vegyük azt, Kap be Shy Balenci 3 nappal az album kiadása előtt küldte a verzét, hogy hát akkor itt van tesó, én meg így köztesó, bazd meg. Nem, amúgy szeretem Shy Balenci-t, meg shoutout OTL, shoutout Shy Balenci, de azért kapja be a faszom. Nem bífeltem senkit. Nem, mert igazából nem is... Ez nem olyan zene, amiben bífelgetek. Lesz majd olyan zene, amiben nem is az, hogy így bífelgetek, meg ilyenek, csak tudod, hogy mondok ilyen szarságokat majd, de hogyha így jobban belegondolok, nincs benne bíf. Eddig elkészült ugyebár valahol ott a BPI Félklub. Készülőben van a Fény című zenémre egy verk film a BPI Félklub forgatásáról. Az tök jó lesz amúgy, annak örülök, hogy így bedobták a srácokat, csinálnak egyet. Készül a forgatókönyv a Vízhez, Res fogja csinálni. Készül a forgatókönyv a Preyhez. Ez az interjú után találkozok amúgy a klipes sráccal. Jó dolgokhoz lesz még videóklip. És azt hiszem ennyi. Ez most elég nagy képűnek fog hangzani, vagy ilyen nagyra vágyónak, hogy az volt az elvárásom, amikor elkezdtem csinálni az albumot, hogy csak valaki hivatalosan nevezze az év albumjának. Én csak ennyit kértem, és ez mondjuk hál' Istennek úgy tűnik, hogy így összejött. Bármint, hogy elég sok helyről hallottam már, hogy emberektől is, számomra fontos emberektől, mint családbarátok, meg számomra olyan szinten fontos emberek, hogy akiket zeneileg elismerek. Sokan mondták nagyon, hogy hát ez nagyon jó lett, meg hál' Istennek az új sajtó is így gondolja, hogy nagyon jó lett. Ja, szóval ennyi volt az elvárásom, hogy csinálják egy olyan albumot, amit tartósan hallgatnak az emberek is, ja, és ez hál' Istennek össze is jött, és tényleg hál' Istennek, mert ha Isten nincs bazd meg, akkor én már kinyúlok a végére, annyira nagy szopás volt. Jó visszajelzéseket kaptam az albumról. Igazából annak örültem nagyon, hogy vannak olyan srácaim, barátaim, akik inkább ilyen OG hip-hopot nyomnak, ahogy boom bap, ahogy hívni szokták, például SLA, ő például nem szereti a trappet, de azt mondta, hogy bazeg, ő is talált olyat rajta, ami neki tetszik. Neki például az OK Cool című dal tetszik. Szóval nekem ez is jól esik, hogy olyan arcok, akik nem szeretik amúgy a trap meg a pop zenét, találtak rajta olyat, ami nekik tetszik. Szóval, ja, ez így jól esett, meg hát úgy leginkább mindenkinek tetszett az album, hál' Istennek. Még Walternak is, pedig ő aztán nagyon kritikus. De jó, nem azt mondta, hogy hú, el van álljóval, de hogy azért most jó volt. Spotify Magyar Viral Top 50-be felkerültünk Kisével, meg amúgy Propercicsiékkel is, az így nagyon jó érzés, mert hogy tudom, hogy ez a Spotify Viral Top 50, ez nem úgy működik, hogy a legtöbb
megtekintésű, meghallgatottságú zenék, hanem amit épp sokan hallgatnak, de hát azért az is tök jó érzés, hogy egy hetek óta már napi szinten annyira sokan hallgatják a Gyémántot, a Marbolót, a jó dolgokat, hogy most fent van a Spotify Viral Top 50-en, és ja, és ez elég jó érzés. Az album az elsősorban szól az összes nőnek az életemben, mármint akikkel úgy volt dolgom, szóval most nem anyámról, meg húgomról, meg a nagyanyámról, meg a nagynénémről beszélek, hanem ilyen volt barátnők, volt zsajok, stb. Nekik szól elsősorban, meg a barátaimnak, akikkel ezeket mind átéltem. Ja, nekik szól igazából, nekik köszi, a lányoknak meg köszi, hogy inspiráltak. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem megtudtatok olyan dolgokat, amiket eddig még nem tudtatok. Tényleg meg szeretném köszönni így utólag is mindenkinek, aki segített az album elkészítésében, nagyon köszönöm mindenkinek, aki hallgat és támogat abba, amit csinálok. Jön még nagyon sok új és jó dolog, valószínűleg januárban egy kis lemez, videóklipek, meg egy csomó jó balhé, és tényleg is kösz mindenkinek, hogy hallgattok.